Szevasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban meg fogunk nézni néhány ijesztő elátkozott régi reklámokat, amiket elvileg betiltottak. Mert azért valljuk be, hogy gyerekkorunkban azért mentek olyan reklámok a tévékbe, aminél azért picit pislogtunk, hogy elnézést. Nekem most hirtelen nem ugrik be egy ilyen reklám se, de hát ha most a mostani videók között lesz egy-kettő olyan, amire ugyan nagyjából emlékszünk. Na de én nem is húzom tovább a szót, csekkoljuk is le! It's a fine day. Ez valami zsebkendő reklám akarna lenni? Elnézést. Mi a franc? Kleenex High Quality Tissues. Hát ki zsebkendő reklám, persze, hát minden zsebkendő reklám ilyen szokott lenni. Tehát a gyerek be van festve egy töknek, gondolom ez egy tök akar lenni, és olyan színű, mint a fal a háttérbe. Hát ez olyan katasztrófa. Hát ez a hang ezen az alján az még kiakasztóbbá teszi az egészet. Jó, hát ez a reklám, ez nekem nem rémlik, hogy én ezt láttam volna a tévében, gondolom elég régi. De hát... Oké, ez kezdésnek elég jó volt. Ha nézzük, a következő a Smokey the Beer. Nem tudom, hogy ez most pontosan micsoda, de mindjárt kiderül. Tudok egy helyet, ami nyugodt és csendes. Szóval ez a hely, ez az erdő. If you knew it was me, would you have listened? What the fuck? Mi volt itt ez a fej? Itt! Jézus, hagyjatok már ezek a reklámokkal! Ja, hát ez a maszk volt, amit levett, de hát akkor is. Jézus ereje! És ő Smokey the Beer. És ez milyen reklám akart lenni? Tehát mit reklámoztak ezzel? Hogy van egy nyugodt hely, ami az erdő, és végül leveszi az állarcot a medd. Ja jó, értem, szóval ez a erdészeti szolgálatának amerikai kampánya. Szóval ez egy erdészeti kampány volt. Hát nagyon jó sikerült, mit ne mondjak. Na nézzük, Work Safety a neve ennek a reklámnak. Túlórázok, mert el akar minni a családomat egy jó vakációra. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks to the... There's been an accident! Run, get some help! Mit mondott az elején a csávó? Vacation. Because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. Hogy nem sokkal később pedig kaptak egy telefonhívást, hogy megöltek egy balesetbe, hogy meghaltam egy balesetbe. Aztán pedig fölrobban az... És ezeket kajak tévébe, ezt tévébe leadták. De mit reklámoztak ezzel? Jó, gondolom azt, hogy dolgozzanak az emberek biztonságosan? Na jó, hát én azt mondom, hogy inkább menjünk a következőre, mert ezek eddig amúgy atyavilág. Gyerekkorunk kedvenc csokija ugye a gyerekek? A Kinder tojás, a kis benne rejlő aprócska játék, a finom kis csokis, tejcsokis íz. Na hát ebből volt egy reklám 1983-ba, és hát nem is mondok semmit, csak nézzük. Kinder. Csak a jobb fülembe hallom. Mi on Scrabbly? Chaka Dubi! Dubli Chaka Dubi! Pop Swabble! Toy! Yodel Yam and Choco Scrum with Mummy! Oké, nekünk ez annyira nem ijesztő, hogyha most nézzük. De 1983-ben egy 5 éves kisgyereknek lejátszották ezt a reklámot, az mit élhetett át? Milyen traumát okozott ez neki? Kinder Surprise from Ferrero. Oké, ez aranyosnak akar tűnni, értem én a koncepciót, de... Ez mi? Egy Kinder tojás alakú ember
Úristen, milyen kis aranyosan ülött. Ez egy kis ártatlan reklám akart lenni, csak nem gondolták át a készítők, hogy... Hogy amúgy ez nem néz ki túl jó. Nem néz ki túl barátságosan. Hú, na srácok, ez a reklám, ez... Úristen, erre emlékszek, mármint nem azért emlékszek rá, mert láttam a tévében, hanem ezt már nagyon sok helyen láttam ezt a felvételt. De ezt nem akarom elhinni, hogy ilyen reklámok léteznek. És ezt az eredeti készítő töltötte fel, Little Baby's Ice Cream. This is a special time. Oké, hát nézzük, ez egy fagylalt reklám. Nem is ragozom tovább. Már ez kiakasztó, hogy néz a csávó. There's good reason. Belelát a lelkembe. And how I shine. And how my pores are so clean and clear. Tehát annyi a reklám lényeg, hogy bevon kembe fagyival és megeszi magáról. Miközben ilyen creepy néz. I eat little things. Biztos jó érzés, hogyha be vagy kembe fagyival. It keeps me young. It keeps me light on my feet. És közben arról beszél, hogy milyen, miért jó a jégkrém. To activity. I love my job. I love my life. Szereti a munkáját, szereti a életét, a családját, vagy nem tudom, amit mondott. And nod, and hug, and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Little baby's ice cream. Ice cream is a feeling. Mi a franc? Létezik ez az oldal, littlebabiesicecream.com. Hát nem. Nem is értem, hogy miért. Hát tök barátságosnak tűnt ez az egész. Nézzük, feltöltő PlayStation Europe, hogy megünnepeljük a 20 évét, 20, megünnepeljük, hogy 20 éves lett a PlayStation, találtunk egy ikonikus reklámunkat. Nem tudom, ez mi amúgy. Ezt hiszem, sose láttam. Hát meg mi történt az arcával, elnézés, hölgyem? Mankind went to the moon. De kis jó brit akcentusa van. Itt nem történik semmi, gondolom, csak ijesztő az arca, ugye? The fuck is this? Mi történt a szemével, elnézést? Meg ugye a fejformájával? Ez nem viszont, hogy egy létező ember vagy, de? Nem, ezt tudni meg van effektelve. Nem találkoztam még ilyen emberrel, akiknek ennyire távol lejjenek a szemei. Na mindegy, hát igen, ez sem volt egy túl barátságos reklám. Hát és látszok, ennyi lett volna az a videó. Van még egy pár ilyen reklám egyébként, amit lehet, hogy a következő részben meg fogunk nézni, mivel ezek amúgy rohadt érdekesek, nekem tetszettek. Vazzag, hogyha ezeket gyerekként látom, akkor már máshogy állnék hozzá ezekhez, lehet, hogy kis traumába ülnék itt, de nem baj. Na jó, a következő videóban fogjuk ezt folytatni. Ha tetszett, akkor mindenképp csapassatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, és kommentbe pedig írjátok le, hogy nektek volt olyan reklám, amitől rémálmaitok voltak. Na, hogyha van esetleg, akkor írjátok a kommentbe, aztán rákeresek, hát ha fenn van YouTube-on. Na, én köszönöm szépen a figyelmet, következő időben találkozunk, addig is jók lehetek. Szevasztok!